Kocsolán a német családnál nagy boldogsággal indult a 2022-es év, miután éjfélt követően 21 perccel az édesanyja világra hozta második fiúgyermekét, aki a német Zsolt János nevet kapta szüleitől. A 3,5 éves kisfiúknak szerettek volna kistestvért, szívük vágya szerint egy lányt, de a sors másként hozta. Ahogy a szülők mondják, a legfontosabb, hogy egészséges. Hát az orvosok mondták, hogy december 31-e vagy január 1-ére lesz meg. Nem hittem neki, hogy újévi boba is lehet, de hát Lacikával ráhúztam amúgy, ezzel nem, picikével. A mentők a hívást követően szilveszter napján este 8:30-kor érkeztek Kocsolára a fiatalasszonyért, hogy a dombóvári Szent Lukács kórházba szállítsák, ahol éjjel 3:45 tájékán indult be a spontán szülés, melyen az édesapa is jelen volt. Az első szülésnél is benn voltam, de a másodiknál igazából már kicsit izgultam is, jobban, mint az első szülésnél. A 2022-es év első Tolna megyei babája 3360 grammal és 53 cm-rel született. A család nem zárkózik el egy harmadik gyermek vállalásától sem, amikor fiaik már egy kicsit nagyobbak lesznek.